Természetesen a muzsikus, hát hiszen a régen azt mondjuk, hogy dalból van a lelke, hát neki nem a lelke, hanem a keze, meg az egész ember, tiszta zene, tiszta muzsika, és hát elképesztő nagy tudású, nagy formátumú zenész. Boldog vagyok, hogy vele játszhatom, megtiszteltetés, hogy vele játszhatom, és hát azért mi nagyon sok-sok éve együtt muzsikálunk, együtt írjuk a dalokat, együtt dolgozunk, együtt álmodjuk a életünket, ami ez a pár száz deszka, amire a jóistenünket felrakott. Elég kevés ember tudja ezt így elmondani magáról, hogy minden egyes területen ilyen sokszínű és ilyen magas színvonalon képviseli azt, amit ő képvisel. Ebből nagyon-nagyon kevés van, ezért meg is kell őt nagyon becsülnünk. Ahová megyek, a kezem levegőt markol, mikor keresik két kezed. Meg sem érkedett, a kezem levegőt markol, mikor keresik két kezem. Én most már nagyon régóta játszom Pistivel együtt, különböző formációkban muzsikáltunk itt az elmúlt 30 évben. Én nagyon-nagyon szeretem, nagyon tisztelem, elképesztő jó gitáros, egy világszínvonalú muzsikus. Mindig megtisztelőnek érzem, hogyha vele léphetek színpadra, és amikor szóba került, hogy csinálj egy ilyen 60 éves jubileumi koncertet, és meghívja az összes produkciót, akikkel valaha ő muzsikált, akkor elérzékenyültem, és mondom, én örömmel jövök, hát István, ne őríts meg, a óriási dolog, és remélem, hogy összejön, és örülök, hogy most itt vagyunk, és szerintem ez predestináció. Az egy dolog, hogy rengeteget gyakorolt, meg tudatosan készült, és apró gyerekkora óta foglalkozik ezzel, de sose felejtem el, amikor én 16 éves voltam 1983-ban, és mi is a zenekarunkkal indultunk, aki mit tudon, és bejutottunk a televíziós műsorba, egy másik zenekarral, ott játszott István a fronttal, de azt hiszem még egyedül is játszott akusztikus gitáron, mint gitáros. És akkor megálltam, tátott szájjal néztem, ott még az Almási Téri Szabadidő Központban volt ez a rendezvény. Akkor én nem tudtam, hogy ő kicsoda, csak valamelyik próbára érkeztem, és akkor álltam, hogy gitározik egy lépcsőfordulóban, egy manusban, és néztem egy ilyen fiatal gyerek, mondom, hogy lehet, hogy valaki így tud muzsikálni? Ugye akkoriban még más világ volt, akkor nem az volt, hogy most neten megnézel bármit, rengeteg iskola van, minden információhoz hozzáférsz, akkor még tök nehéz volt hozzájutni mindenhez, és hogy ilyen szinten gitározik valaki, ez engem lenyűgözött. És aztán pár évvel később, mikor együtt játszottunk, akkor ez óriási élmény volt, és ez azóta is bennem van. És azt gondolom, megérdemeltem, mert itt most nagyon sokan lesznek, és nagyon fogják szeretni, és ő az, akit összefogja ezt a számtalan kiváló zenészt, aki szerintem egytől egyig örömmel jött erre a Marigújra. Ahová megyek, a kezem levegőt hordom, mikor keresik két kezem. Az a tínédzserkor utolsó állomása a 60. Én azokat a jó kívánságokat mondom el nektek, amit én majd fogok mondani a színpadon, és az nagyon egyszerű lesz, legyen az utad sima, tiszta, és mindig hátulról fújjon a szél. És a harmadik legfontosabb pont, hogy legalább még 10-15 évig melózzunk együtt, tegyük a dolgunkat az Eddába. Egy szerencsés fickó, ő is mind az ötten az Eddában. Szerencsés fickó, mert egy olyan alaptehetséggel áldotta meg a Jóisten, amiből persze lehetett volna az, hogy éppen semmi se lesz belőle, hát ehhez kellett maga Alap István, ki megragadta a lehetőséget, meg a hangszert, és azt hiszem, hogy az élete végéig el sem engedik egymást, egész biztos vagyok benne. Ez azt jelenti, hogy a napi x óra gyakorlás az megvan, már csak azért is. És a szenvedély, amit hozott magával ez a kettő, az nagyon kell hozzá. A szorgalom, az elképesztő zeneszeretet, és az, hogy vágyjon a színpadra. Hát a színpadra vágyni kell, mert az, hogy még valaki jól gitározgat otthon magának, az még nem elég, de vágyni kell a színpadra, és adni. Tehát nem csak elvárni a tapsokat, a sikert, és ami vele jár, hanem adni. És amikor ez megjelenik a profizmus maga, mert azért tisztáztuk, a profizmus, az, annak van egy nagyon fontos alapismérve, az pedig az, hogy a igényesség. A profizmus az igényességet jelent. Na ebbe is ti aztán maximalista. Tehát ha valaki maximalista, akkor ő a hangszerébe, a cuccaiba, a létezésébe, a gyakorlásba, amikor elindul, vagy el se kell indulni, mert állandóan arra gondol, hogy igen, de eljön a pillanat, amikor fel kell lépni a színpadra, és akkor ott 113%-ot kell nyújtani. Hát ez alap István számomra. Hát meg az a sok-sok minden, ami megéltünk együtt, meg fogunk ma is, és hiszem, hogy mondtam, legalább 10-valahány évig még. Köszönöm figyelmüket, hiszen már a véget ért a Sláger TV híradó. A műsorral kapcsolatban továbbra is várjuk véleményüket és javaslataikat a slágertv@slágertv.tv e-mail címen, illetve műsorunk a vasárnapi ismétlés után megnézhető a Magyar Sláger TV YouTube csatornáján is. Mára ennyi volt, de ne feledjék, találkozunk legközelebb is, hiszen a hírekből és a sztárokból sosem elég. A viszontlátásra!